A felújítást régóta várták már a környéken élők, hiszen naponta több ezer jármű halad át a rossz minőségű útszakaszon. A fizikális munka elindulását Font Sándor országgyűlési képviselő jelentette be március 10-én. Legyünk őszinték, az a 12.000, 14.000, néha napján 14.000 egységjármű, ami itt közlekedik, ez rettentő nagy terhelést ad ennek az útszakasznak, és sajnos meg is látszik az út minőségén. Hosszú évek óta formáztuk, hogy most már ennek a szakasznak is egy teljes felújításon át kell esnie, most értünk oda. A tavalyi év helyett, ezt legyünk őszinték, ennek tavaly nyáron ősszel el kellett volna kezdődni. Nem akarok mindent a koronavírusra kenni, hiszen ezt tudjuk a jelenlegi gazdasági helyzetet és a félműszakos, távműszakos munkavégzési környezetet, ez az államigazgatásban is jelen volt. Ez késleltette a munkakezdést, de a papírmunkák és a közbeszerzés és minden egyéb azért utóérte magát, és elérkeztünk arra a szakaszra, hogy a fizikai munka végzés is elkezdődhet. Március 16-án hétfő nemzetünnepünk után egy nappal átadásra kerül ez a szakasz, és a kivitelező megkezdi a kitáblázástól kezdve az út szegélyek jelzésén keresztül a fizikai munkát. Tehát ezt nagyon régen, nagyon sokan vártuk már. Hozzáteszem, hogy a Kecel-Kiskör Soltvatkerti körforgalomtól, ahol most vagyunk, innen indul a beruházás, és majdan elér a kiskörösi körforgalomig, a Molkultnál lévő körforgalomig, és aki erre jár, az tudja, hogy eddig a körforgalomig a 4 évvel ezelőtti Bócsa és Kiskunhalas környék és Soltvatkerten áthaladó beruházások miatt ezek az útszakaszok már felújításra kerültek, úgyhogy most már, ha északabbra megyek Kiskörösön túl, akkor ugye Akasztó fölött volt egy nagyon jelentőségű 53-as útnak a beruházása. Lassan-lassan az 53-as út legrosszabb szakaszainak a felújítása teljes egészében megvalósul. A várva várt beruházás megkezdésének hírét Domonyi László polgármester is üdvözölte. Először is nagyon szépen köszönöm Font Sándor képviselő úrnak, hogy közben járt erre az úgymond rövid szakaszra is, és végre eljutottunk oda, hogy felújításra kerül. A körforgalom a Háromváros körforgalmától a mi Molkutas körforgalmunkig a felújítás. Egy nagyon rossz, illetve a környékünkön nagyon jó utakhoz képest már egy rossz szakaszról beszélünk. Mi kiskörösiek sokat járunk erre, sokat használjuk, ezért tartjuk fontosnak, hogy ez az útszakasz is jó legyen, és én azt gondolom, hogy ezzel az 53-as út forgalmán közlekedők is úgy fogják érezni, hogy Európában vannak, és ezzel Kiskörös is egy európai város. Tehát nekünk minden szempontból fontos, hogy jó útjaink legyenek. A fizikális kivitelezést március 16-a után fogják megkezdeni az 53-as úton, ami miatt több helyütt forgalomkorlátozásra kell majd számítani, amely kapcsán türelmet kérnek az arra közlekedőktől. A Dunaszfalt a generál kivitelező, és a nyári időszakra ezt neki be kellene tudnia fejezni, de én ebben nem vagyok mindenható. Profi csapat, nem kérdéses, aki jön, de egy profi csapat sem tud zökkenőmentesen dolgozni, ezért már most türelmet és elnézést szeretnék kérni az itt közlekedőktől. Mint ahogy említettem, 12-14 ezer egységjármű is képes egy nap alatt itt áthaladni, és a minimum félpályás útlezárlás, amely mellett dolgozni fognak, fog némi torlódást jelenteni a közlekedők számára. De én nagyon bízom benne, hogy a végeredmény kárpótol minden bosszúságért, amikor azt mondjuk, hogy elkészült, és vegyék át a teljes szélességében és az árokparton és minden egyéb helyen megújult útszakaszt. A régóta várt beruházáson túl a térségben a közeljövőben több útfelújításra is lehet számítani, Solcent Imre, Kaskantyú és Csengőd közelében. De az 54-es út egy szakaszának felújítása is ebben az évben kezdődik el. A beruházásokról Font Sándor országgyűlési képviselő adott tájékoztatást. Ezen kívül most leggyorsabban egy 4 számjegyű út a Solcent Imrén keresztül haladó és Kaskantyúra vezető út, közel 5 kilométeres szakasza az úgynevezett Solcent Imre Csengőd kullér és a Csengődi bekötő út kereszteződéséig fog első ütembe megvalósulni. Az is néhány héten belül várhatóan hivatalos útjára lép. Terveink szerint ezután a Csengődi bekötő úttól
tovább csengőd, majd pedig akasztóra kivezető, szintén négyszámjegyű alsóbrendű út. A mi javaslatunk, hogy az kellene a forgalmi igények és az út állapot miatt a közeljövőben felújítani. Én bízok benne, hogy az év második felében erről már élesen beszélhetünk, és tudjuk, hogy az év végén egy kormányhatározat megjelölte az 54-es főútnak a Bócsától Jakabszállásig tartó 23 kilométeres kimaradt útszakasz felújítását. Az itt a térségben élőknek szintén egy nagyon fontos lesz, hiszen Kecel, Kiskörös, Kiskunhal, a Soltvadkert az 54-es úton megy döntő többségében Kecskemét felé. Az szintén ez a kettő számjegyű 54-es út felújítás az idei évre várható, annak is a második felébe várható. Úgyhogy most egy kicsit bizakodóbb vagyok az útfelújítások kapcsán. Hosszabb kihagyások után egy intenzívebb szakaszhoz érkeztünk el. Mindezek mellett Tázlár térségében is lesz útfelújítás, amely a Kiskörös környékén élőknek is jó hír, hiszen sokan járnak azon az útszakaszon Szegedre. Soltvadkerttől a Tázlár felé vezető út, így ismerik legtöbben, de ez igazából a Szegedet megközelíthetőség útnak a leglényegesebb része. Néhány évvel ezelőtt a Soltvadkert-Tázlár közigazgatási határáig ez teljes felújításra került. Jelen pillanatban már csak a kopó réteg hiányzik, hogy a folytatásban egészen Tázlárig eljutott a felújítás, még nincs a végső aszfaltborítás rajta. És ugyancsak az év második felében már kormányhatározat megszületett róla, hogy Tázlárt Kiskunmajsáig tartó szakasza ennek az útnak is felújításra kerül. Így szintén a térségünknek egy jelentős felújítása lesz ez, mert a Kiskörös, Kecel, Soltvadkert lakosok döntő többsége ezen az úton közelíti meg Szegedet. Ez tartozik még a térségünk fejlesztései közé. Igaz, az útfelújítások a térségben több helyütt járnak majd forgalomkorlátozással, azonban az útminőségjavulás minden közlekedőt kárpótol majd az időszakos kellemetlenségekért.